2015-ben indította duális képzéseit a Nyíregyházi Egyetem, melyek keretében eddig 6, hamarosan már 7 szakhallgató is szerezhetnek az elméleti mellett gyakorlati tudást helyi vállalatoknál. Az, hogy a felsőoktatási intézmény és a cégek közti kapcsolat tovább erősödjön, valamint hogy a duális szakképzés minél hatékonyabban működjön és továbbfejlődjön, egy 2 éve indult projekt is segíti. A nagyjából fél idejénél járó program eddigi eredményeiről egy keddi konferencián számoltak be. Megvalósultak az eszközfejlesztések, beszerzések, számos konferenciát tartottunk. Most a egyik legfontosabb része fejeződik be a projektnek, a képzők képzése, amelynek az a célja, hogy felkészítse az egyetemi oktatókat, a vállalati oktatókat, a duális képzés minél hatékonyabb lebonyolítására, felkészítse a vállalatokat a hallgatók fogadására, arra, hogy a hallgatókkal minél szakszerűbben tudjanak foglalkozni, minél több gyakorlatismeretet tudjanak átadni a hallgatók számára. Nyíregyházán jelenleg 4 év folyamon mintegy 70 egyetemista vesz részt duális szakképzésben, akik 65-70 együttműködő cégnél szerezhetnek gyakorlati tapasztalatokat, később akár állást is. A cél, hogy a jövőben még több szereplőt tudjanak bevonni mindkét oldalról. Ebben kvázi közvetítőként az egyik közgazdasági tanácsadó társaság arra törekszik, hogy workshopok, tréningek keretében összehozza a képzőket az egyetem és a duális partnerek részéről, és elinduljon egy hatékony tananyagfejlesztés különböző témákban. Ilyen volt a pszichológia, a humán erőforrás menedzsment, a vállalkozásnak a tervezése, üzleti tervezés, ebben hogyan lehet bevonni a fiatal hallgatókat, akár közösen készítettek gandiagramokat, kimutatásokat, tehát megtanulták azt, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban alkalmazni 3,5 éven keresztül a duális hallgatókat. Ez a cég egyébként az elsők között 6 fiatalnak biztosított gyakorlati tapasztalat szerzési lehetőséget. Az ügyvezető elmondása szerint januártól akár fel is tudják őket főállásba venni. A megyei közgyűlés elnöke pedig azt emelte ki a konferencia megnyitóján, hogy fontos kihívásokra ad választ ez a projekt, hiszen bár van rendelkezésre álló munkaerő, de nem feltétlenül olyan mértékben is azokon a területeken, ahol erre szükség lenne. Fontos, hogy a duális képzés segítségével hogyan tudunk olyan szakképzett felsőoktatásban részt vett munkaerőt a gazdaság rendelkezésére bocsátani, akire valóban szükség van, és nem csak diplomagyárként vagy papírgyárként működnek a felsőoktatási intézmények. A gyakorlatorientált képzést célozza meg ez a projekt olyan képzőhelyek bevonásával, akik gazdaság igényeire rögtön tudnak reagálni. Mivel a Nyíregyházi Egyetem fontosnak tartja, hogy végzett hallgatói megfelelő gyakorlati tudással kerüljenek ki a munkaerőpiacra, hamarosan úgynevezett kooperatív képzéseket is elindíthatnak. Ennek a lényege, hogy 4 lezárt fél év után és 100 kredit megszerzése után a hallgatók jelentkezhetnek cégekhez gyakornoki állásokra, és 70 napot kell eltölteniük gyakorlati képzésben ezeknél a cégeknél, 1 vagy 2, esetleg 3 fél éven keresztül, teljesen rugalmas időbeosztással, a cégekkel történő egyeztetést követően, és ez egy olyan gyakorlatot biztosít számukra, amely ugye rövidebb ciklusú, mint egy duális képzésnél, de mégis úgy gondoljuk, hogy fontos eleme a gyakorlati képzés növelésének, illetve a gyakorlati képzés hatékonyságának a növelésének. A kooperatív képzéseket is a piaci szféra számára fontos műszaki agrárterületeken tervezik elindítani, de akár gazdaságtudományi és informatikai szakokat is bevonhatnak.